Anya, tudtad, hogy mi már nagyon régóta barátok vagyunk? Legjobb barátok. Már azelőtt is barátok voltunk, hogy megszülettünk. Emlékszel? Akkor még a felhő között éltünk mindannyian. Te is, meg én is. Lógattuk a lábunkat egy bárányfelhőről, és lenéztünk a földre. Keresgéltük, kik legyenek a szüleink. Te találtad meg őket hamarabb. Egy szerelmes párt, akikhez lepottyantál elsőszülöttnek, és én ott maradtam a felhőn egyedül. Kerestem, kerestem, de senkit sem láttam, akihez szívesen mentem volna babának. Néztelek téged odaföntről, és úgy döntöttem, megvárom, míg felnősz, szerelmes leszel, és lepottyanok hozzád elsőszülöttnek. Akkor a legjobb barátom lehet az anyukám. De hiba csúszott a tervbe. Ami a felhők felett egy perc, az a földön egy évnek számít. Emlékszel? Elmentem felkészíteni a lelkem a születésre. Csak 2 percig tartott, de mire lepottyantam hozzátok, már 2 éve itt volt a nővérem. Lili hamarabb választott titeket szülőnek. Ezért veszekszem vele mindig. Érted, anya?